beszélgessünk. Beszélgessünk. Te meg én. Kedves hallgatók, a mai műsorban Ritz Géza képzőművésszel beszélgetek. Személyesen ugyan még soha nem találkoztunk, az interjút is online készítettük el, de az alkotásai többször is szembe jöttek már velem, és minden alkalommal lenyűgöztek és leszögezték a szemem. A Ritz festmények nem csak vajdasági otthonok falain lógnak, hanem világszerte ismertek. Találkoztam már velük hazai és külföldi galériában is, barátnőm nappaliában, kávézóban, ismerősöm Facebook profilján. Gézát a temerini Takt művésztelep varázsa indította el alkotói útján, és azóta meg sem áll. 2019. decemberében elnyerte a Fórum képzőművészeti díjat. Az elismeréssel járó pénzösszeget Géza felajánlotta a művésztelepnek, hálából az ott elsajátított tudásért. A mai műsorban a szabadkai születésű, jelenleg Ausztriában élő és alkotó művésszel beszélgetek. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Önöket, Gazsó Orsolya vagyok! Szeretettel üdvözlöm Ritz Géza képzőművészt a műsoromban. Géza, most, ahogy készültem az interjúra, és nézegettem a képeidet, illetve volt lehetőségem már élőben is látni őket, többszöri megfigyelés után is azt vettem észre, hogy tudok új részletet, tudok új szépséget felfedezni a képeiden. Te, mint alkotó, mindig ugyanazt látod a műveiden? Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én azt mondom, hogy igen. Az az igazság, hogy az alkotási folyamata, hogy én nekiállok egy kép megalkotásának, az egy alapos tervezéssel kezdődik. Tehát nálam ma már nagyon ritka, hogy spontán alakítok egy képet. Korábbi munkámon sokkal expresszívebb gesztusok is voltak, és maga a kompozíció is sokszor maga folyamat közben alakult, de ma már nagyon alaposan megtervezett vázlatokból indulok ki, és igyekszem ehhez tartani magam. Tehát a kép az már előre megvan a fejemben, azután ezt vázlatszinten meg is alkotom, mielőtt neki kezdek a festésnek. Ami viszont változik idővel, hogyan viszonyulok mondjuk érzelmileg egy képhez, vagy mennyire vagyok megelégedve vele, ez nyilván sokszor változik idővel. Leggyakrabban régebbi festményekkel nem vagyok már annyira megelégedve, de sokszor van ez éppen ellenkezője is előfordul, hogy vannak festmények, amit félre raktam, azzal, hogy ez most igazából nem sikerült talán úgy, ahogy szerettem volna, és egy bizonyos idő elteltével újra előkerül, vagy előveszem, és egészen máshogy tekintek rá. És azok a képek, amikkel mondod, hogy nem vagy annyira megelégedve, mert más hangulatban készültek, mint amiben most vagy esetleg, akkor volt már rá alkalom, hogy újra elkezdtél velük dolgozni? Újra kreáltad? Elég gyakran, igazából. Sok festményem van, amit akár hónapok, évek múltával előveszek, és rajtuk szoktam kísérletezni, úgymond. Nagyon jó technika számomra, hogy ha van egy festmény, amit úgymond nem sajnálok kísérleti alanyként feláldozni, akkor sokkal bátrabban viszonyulok hozzá, és akár előfordul az is, hogy szétvágom, és egy kollázs születik belőle, amit utána akár festménydarabokat fotókkal, vagy újságkivágásokkal kombinálok, és ez lehet akár az alapja. Lehet egy kész alkotás is, ugye csinálok kollázsokat is, a jól sikerülteket, azokat nálunk alkotásnak tekintem, és utána ezeket sokszor megfestem nagyobb méretben olajjal, tehát ezek vázlatként szolgálnak a munkáimhoz. De amikor nézegettem a kollázsaidat, akkor észrevettem, hogy nem csak régi festményeket használsz fel, hanem valahol újságpapírt is láttam, cikkeket, betűket a képeken. Igen, szeretek gyűjteni régi dolgokat, elsősorban ilyen képeslapokat, újságokat,
nosztalgikus hangulat, meg a régi poros, kopottas dolgok, azok szerintem abszolút passzolnak a munkáimba, és ezeket tudatosan így el szoktam rakni, ha valahol belefutok, vagy padláson, vagy pincében, vagy bárhol, ahol járok, vagy egy bolhapiacon. A betűk egyébként visszatérő elemek nem csak a festészetemben, hanem már korábbról is, tehát az egész képzőművészeti pálya számomra az a graffitiből indult, tehát a betűrajzolásból, aztán nem tudom, a hallgatók nem tudják, de akkor most elárulom, hogy grafikusként is dolgozom a festészet mellett, tehát igazából hol keresem a hétköznapi kenyeremet. Úgyhogy ez mind valahogy a betűk azok visszatérő elemek, és sokszor a képeimbe is belekombinálom ezeket. Meg ugye nem csak a betűk, hanem több képeden találkozok arcokkal, emberi alakokkal. Ezeket a személyeket a képzeletet szüli, vagy létező emberek vannak mögöttük? Ezek minden esetben létező emberek. A leggyakoribb esetben tudatosan választom őket, tehát többek között megfestettem már apukámat is, vagy édesanyámat kislánykorában, de ennél sokkal jellemzőbb, hogy valamilyen politikai személyiség, vagy történelmi személyiség jelenik meg a képeimen. Illetve a tervezgetés, vázlatolgatás, kollázsozás során nyilván vannak véletlenszerű elemek, amikor egy fotó maga, tehát a vizuális formája miatt tetszik meg, és ezért emelem be a munkámba, de minden esetben valós fotók alapján dolgozom. És most ugye Salzburgból kapcsolódsz be a műsorba. Arra vagyok kíváncsi, hogy az a város tud-e inspirálóan hatni a művészetedre, hogy a képeiden rajta van-e a környezetednek a tükre? Ez egy nagyon érdekes és nehezen megválaszolható kérdés számomra, mert Salzburg egy gyönyörű város, egy gyönyörű alpesi környezetben, tehát kétség kívül alapesetben azt mondanám, hogy nagyon inspiráló. Tehát az biztos, hogy magánszemélyként fel tudok töltődni, de nagyon sok lehetőség van például kirándulni. Ugyanakkor az én munkáim nagyon mélyen vajdasági gyökerűek. A vajdasági romos hangulat egy nagyon korai időszak óta visszatérő téma nálam, és így amikor először ide költöztünk Salzburgba, egy komoly alkotói válságba kerültem. Túl szép volt minden? Minden túl szép. Minden zöld és rendezett, és nem nagyon tudtam ezzel mit kezdeni. De láttam, hogy attól függetlenül megmaradtak a szürke színek a képeiden, a szürke árnyalatai, olyan hideg színeket látok a festményeiden. Ösztönösen használod akkor továbbra is ezeket a színeket? Ösztönösen kezdtem el használni ezeket, én úgy gondolom. Mindenképp ez a romesztétika, ami közel 10 éven át nagyon jellemző volt a festményeimre, ez megmaradt. Most már sokszor tudatosan kezdem el újra így felépíteni a képeimet, mert szeretek egy következetességet a munkámban, úgy gondolom, hogy az nagyon fontos számra, hogy alaposan megtervezett ciklusokba gondolkodva alkossak, nem csak ide-oda kapkodva. Nyilván kísérletezik az ember sokszor, de az nem feltétlenül publikálja minden esetben. Ha egy kiállításra készülök, akkor fontos számomra, hogy az egy egységes anyag álljon össze. És mondtad a beszélgetésünk legelején, még interjú előtt, hogy ez már az 5. éve, hogy Ausztriában vagy, előtte Szegeden voltál, viszont még ugye vajdaság megjelenik a képeiden, ehhez haza-haza kell járnod gyakran, hogy ott maradjon a fejedben a hangulat a vajdaságnak, vagy ez már jelen van az életedben, anélkül is, hogy utazz? Részben nyilván jelen van, tehát azért hosszú éveket éltem le Szegeden, akkor még ugye sokkal könnyebb volt a fizikai kapcsolattartás, de ma sem jelent gondot. Tehát azért otthon vannak a szüleim, a testvérem, napi kapcsolatban vagyunk, folyamatosan követem a híreket, hogyan alakulnak a kulturális, politikai helyzet pontosabban, és számomra nagyon fontos a kapcsolat továbbra is a vajdasággal, mert az ember akárhol is van, valahová tudnia kell tartozni számomra. Bár az életemben lehet, hogy most már több, nagyobb részét töltöttem vajdaságon kívül, mint valójában vajdaságban, de sehol máshogy nem tudnék úgy kapcsolódni, mint vajdasághoz. Tehát én feltétlenül vajdasági gyerek vagyok,
ezt szeretném is megtartani, és nagyon fontos is, hogy megmaradjanak a kapcsolatok. Idén egy nagyon-nagyon fontos visszajelzést kaptam arra, hogy ennek van értelme. Megkaptam a Fórum Művészeti Díjat, ebben a megtiszteltetésben részesültem, ami elképesztően motiváló volt, hogy van értelme, amit csinálok. Mert nyilván az ember, hogyha elszakad az otthonától, vagy szülővárosától, akkor egy idő után elbizonytalan, hogy van-e értelme ennek továbbra is, fog-e örömmel ragaszkodni ehhez a lelkiállapothoz, vagy akár művészként tematikához. És az ilyen visszajelzések szerintem nagyon fontosak, és hasznosak, és motiválóak. Hát meg egy olyan visszajelzés is ez, hogy továbbra is figyelnek itthonról, Vajdaságból. Abszolút, abszolút. És ez a legjobb benne. Igazából nagyon meglepetésként ért ez a díj, és amennyire meglepett, annyira megtisztelő is volt, és nagyon jó érzéssel töltött el. Minket bizony nem ért meglepetésként, mert nagyon szeretjük a munkáidat, és ahogy láttam, már nem csak Vajdaságban van nagyon sok követőt, hanem az egész világban. Rákattintottam a profilodra Instagramon, láttam, hogy közel 12 000 követőd van már, Géza. Ezt hogy csinálod? Hogyan ismerik meg a munkáidat a műkedvelők? Mert én nagyon-nagyon kevés alkotónál látom sajnos, hogy ennyien szeretik, ennyien követik, hogy el tudja érni, hogy jól menedzseltek legyenek a képei. Hát itt a végén mondtad ki a kurszót, a menedzselés. Menedzselem sajnos nincs, viszont legalább annyi energiát fektetek önmagam menedzselésére, mint a magára az alkotási folyamatra. Ezt már Andy Warhol is, ha jól emlékszem, ő mondta, hogy nem az a művészet, hogy megalkossunk egy képet, hanem hogy azt eladjuk. És tehát ez sokszor szerencsém is múlik, van, akinek összejön, hogy egyszerűen felkapja a média is, és ezáltal ismert lesz. Nálam ez egyelőre nem történne, viszont annál több munkát fektetek ebbe, tehát először kiképeztem magam úgymond, hogy hogyan is lehet valaki sikeres Instagramon, és azóta komoly időt áldozok arra. Tehát nagyon fontos, hogy nem elég, ha feltölt az ember egy képet, hanem aktívnak kell lenni. Tehát mások képeit akár lájkolni, vagy kommentelni, és kapcsolatba kerülni, és írni, kapcsolatba kerülni más művészekkel, amire az Instagram nagyon szuper lehetőség, tehát szerintem elképesztő dolog van az emberek kezébe, amit ki is lehet használni, és működik egyelőre. Gyakorlatilag világhírű művészekre ráírhatsz. Nyilván kicsi az esélye, hogy a napi X-10-100 üzenetből ő most válaszol, de egyébként tök jó tapasztalataim is vannak ezzel kapcsolatban. Ez az egyik, a másik az, hogy az Instagramot galériaként használom, tehát csak a munkáimat rakom fel, és ez szerintem nagyon fontos, hogyha valaki rátéved valamilyen utamódon, akár egy hashtag láttán az egyik képemre, és megnézi, hogy ez ki lehet, mi lehet, akkor egy szép összképet kap a munkáimról. És ezt nagyon szeretik az emberek, tehát sokan összekeverik, tehát én soha nem töltök fel Instagramba magánéleti képeket, arra külön használom a Facebookot, az Instagram pedig egy ilyen hivatalos fórum, ahol kommunikálok. És úgy látszik, hogy nagyon ügyesen megy neked ez a kommunikáció is, ez a menedzselés, mert tudom, hogy kapcsolatban voltál egy francia galériával is, ott állították ki a képeidet, illetve most egy olasz és egy berlini galériával is együttműködsz. Igen, tavaly előtt nyertem Olaszországban egy művészeti díjat, aminek az volt az első helyezettnek a díjazása, hogy egy önálló tárlaton volt egy magángalériában, ami nagyon jól sikerült, és azóta is kapcsolatban vagyok a galériával. Nagyon baráti kapcsolatban is kerültünk, és ők úgymond képviselnek, mint képzőművészt azóta. És egészen új keletű dolog, egy berlini galéria, akikkel itt most vagyok szerződéskötésben, hogy hosszabb távon együttműködjünk. Designerként együtt dolgoztál már többek között a Red Bull-lal, Telenorral, Audival is, a Suzuki-val is, és amikor ezt így elolvastam a honlapodon, a portfóliódban, úgy nagyon meglepődtem, mert
mert szerintem egy reklámszakmához teljesen más hozzáállás, teljesen más attitűd kell, mert ott megmondják, hogy Géza, neked ezt meg azt kell csinálnod, ilyen szögből, ilyen megvilágítással, tehát hogy így nem kapsz szabadságot. Te hogyan bírod, hogy irányítanak? Ez nagyon érdekes. Fiatal képzőrészként úgymond, mikor kikerültem az egyetemről, az ember ott áll, és nem tudja, hogy hogy is lehetne egy karriert felépíteni. És akkor két út áll előttünk, az egyik az, hogy csináljuk azt, amiben hiszünk, hogy jó, és reméljük, hogy előbb-utóbb valaki szintén lát benne fantáziát, vagy pedig elkezdünk megrendelésre dolgozni, úgymond. Sokan azt csinálják, hogy festőművészként beleállnak ebbe a sorba, és megrendelésre bármilyen portrétól csendéletig bármit megfestenek, ami számomra nem volt opció, mert úgy gondolom, ez egy vakvágány képzőművészetileg, mert hogyha nagyon ebbe a úgymond olcsó kategóriába sorolja magát egy képzőművész, akkor onnan nagyon nehéz kitörni. Úgyhogy én azt az utat választottam, hogy szétválasztottam a festészetet, felépítettem egy magánéleti, viszont szintén kreatív karriert a reklám szakmában, tehát grafikusként, és így ez a páros számra tökéletesen működik. Bármi ilyen feladatot nagyon szívesen elvégzek. Nyilván igyekszem mindig harcolni az igazamért, ami nem mindig könnyű, az ügyfelekkel. Ha bárki már dolgozott emberekkel, azt tudja, hogy ügyfelekkel dolgozni nem egyszerű. Viszont ez nagyon jól el is tudom engedni, mert tudom, hogy utána, hogyha én átjövök a műtermembe, akkor azt csinálom, amit én szeretnék. És így egy ilyen képzőművészeti önállóságot sikerült végül is kialakítanom. És az nem okoz nehézséget, Géza, hogy ez az idő, amikor átmész a műtermedbe munkád után, az este 6 után van, most is akkor beszélgettünk, és kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e fáradt, és mondtad, hogy nem, mert ilyenkor egy másik energia szabadul fel benned, az alkotás energiája. Ez segít túl lendülni? Hogy is mondjam, igazából nehezen megfogalmazható ez, de szerintem bármelyik kortárs képzőművész azonosulni tud ezzel. Tehát szerintem 2020-ban nagyon kevés az a szerencsés kreatív ember, aki vagy maradunk nem a kreatív társadalmi, de a festészetnél, aki a festészetből meg tud élni. Tehát mindenkinek van valamilyen második szakma. Ha más nem, akkor megrendelésre fest, de az ugyanúgy nem fogja kielégíteni azt az alkotói vágyat, ami miatt eredetileg el szeretett volna kezdeni képzőművészettel foglalkozni. Úgyhogy nyilván ez nem egyszerű, de meg lehet tanulni ezzel együtt élni, és nem csak együtt élni, hanem egy megfelelő napi rutinnal ezt egész ügyesen el lehet labírozni így hosszú távon. Aztán az ember nyilván reménykedik abban, hogy ez majd egyszer átbillent, de az a legnehezebb addig eljutni, hogy elég energiát tudjál fektetni a saját művészetedre, és úgymond a saját önmagad menedzselésére, hogy eljuss egy olyan anyagi függetlenséghez, ahhoz a ponthoz, amikor ebből már egyértelműen meg lehet élni. De, tehát a mai világban ez eléggé jellemző, hogy több lábon kell élni, nem csak a képzőművészeknek, hanem szinte mindenkinek. De ahogy látom, meg ahogy figyeltem például a kiállításaid repertoárját, szerintem ez nincs már olyan messze tőled. Láttam, hogy volt már Argentinában, Buenos Airesben is kiállításod, és ennek kapcsán eszembe is jutott, hogy vajon hogyan reagálhatnak ezekre a vajdasági indítatású képeidre külföldön, hogy például egy argentin műkedvelőnek milyen a hozzáállása a képeidhez, más-e például az angliai embernek a hozzáállása, mint például egy osztráknak, vagy mint egy magyarnak? Azt, hogy különböző nemzetiségű emberek máshogy állnak hozzá, ezt nem gondolom. Az biztos, hogy az elsődleges befogadási pont az, hogy tetszik vagy nem tetszik egy kép. Illetve nem is feltétlenül tetszik vagy nem, de hogy érdekes-e vagy nem. És ha már egy kiállítás megnyitón vagyunk, amiket nagyon szeretek, mert az egy szuper lehetőség, ahol közvetlenül tud az ember a közönséggel kommunikálni. Tehát, hogyha már valaki eljut odáig, hogy feltesz egy kérdést, hogy ugyanez meg mi akar itt lenni, akkor élni kell a lehetőséggel, és
elbeszélgetni róla, és nagyon sokszor van az, hogy aha, például a kelet-európaiság az egy nagyon erős kurszó, én úgy gondolom. A kelet-európai művészeknél nagyon jellemző ez a komorság, hogy úgy mondjam. Tehát például pont egy argentin művész, ami egy sztereotípja, tehát amire gondolsz, ha argentinre gondolsz, hogy nagyon színes színkavalkán, ugye? És a kortárs kelet-európai művészet, ha ez így elhangzik, akkor mindenkinek egy komorság jut eszébe. És jó vagy nem jó, hát ez a képeimre igaz alapvetően, tehát ez úgymond helyre rakja egy kicsit a dolgot már alapból. És akkor onnantól kezdve pedig nyilván attól függ, hogy mennyire befogadó valaki, vagy mennyire érdeklődő egy drámai, vagy politikai, vagy társadalmilag mélyebb témájú kép iránt. Nyilván nagyon sok ember azért jár kiállításra, mert fel szeretne tölteni egy vizuális élményt, egy pozitív hatást szeretne. De erre egy jó példát szoktam mondani, a színház. Ugye elmegyünk színházba, van, amikor vígjátékra megyünk, mert szeretnénk egy kellemes, könnyed estét tölteni, és jó kedvűen távozni. Viszont amikor egy drámai előadásra megyünk, ami ugyanúgy lett feltöltő, vagy pedig inspiráló. Ez az egyszerű párhuzammal szoktam a munkáimat megvédeni, hogy drámára is szükség van néha. És egyébként neked ez könnyen megy, hogy tartsd a kapcsolatot a közönségeddel, hogy elbeszélgess velük mondjuk kiállítás megnyitókon? Azt gondolom, az van a fejemben, hogy a képzőművészet ez egy olyan magányos szakma, az alkotó bevonul a műterembe, és szeret egyedül lenni. És azt szeretné, hogy az alkotása hasson, nem az, amit ő elmond az alkotásáról. Egyáltalán nem megy könnyen. Nem véletlen lettem képzőművész, nem pedig színpadi előadó művész. Tehát ezek minden szakmában vannak ilyen kellemetlen dolgok, amit meg kell tanulni, és van, aki ügyesebben, nem valami kevésbé, én úgy gondolom, hogy nem vagyok túl ügyesebben, de igazából, ha valakiben tényleg őszinte érdeklődést látok, akkor nagyon szívesen elbeszélgetek vele, és akkor mindjárt sokkal jobban megy, hogyha az ember tényleg egy ilyen őszinte konverzáció beszélgetést tud folytatni. És két kisgyermekeden, egyik 7 éves, másik 10 éves, mit látsz, hogy érdeklődnek a képzőművészet iránt? Szeretnek ott lenni, amikor te alkotsz? Igen, abszolút. Nagyobb kislányom, aki 10 éves, ő nagyon szeret például rajzolni. Éjjel-nappal rajzol. Ami nagyon érdekes, mert én abszolút nem az a típus vagyok, aki mondjuk ráerőlteti ezt a gyerekeire, vagy minden áron szeretné, hogyha tovább mindig a családi örökséget, vagy ilyesmi, sőt ellenkezőleg. Viszont ő már nagyon pici korra folyamatosan kreatívkodik, rajzol. A kisebbi kislányom, ő is nagyon ügyes, és nagyon szeretnek festeni, rajzolni. Szoktunk is ilyen festős hétvégéket tartani. No. Bevásárolunk vászomból és festékekből, és akkor olyankor mindent lehet, amit nagyon szeretnek. Aztán meglátjuk. Hát szerintem fontos, hogy legyen egy ilyen testközeli élményük ezzel kapcsolatban, amit meg tudok nekik nyilván adni. Aztán majd, ha nagyobbak lesznek, akkor meglátjuk, hogy ennek volt-e bármilyen hatása, vagy pedig szeretnének ezzel foglalkozni, vagy nem. Ez majd a jövő zárulja el. Akkor te ilyen kreatív apuka lehetsz. És arra visszaemlékszel, hogy te rajzolós kisfiú voltál-e? Szerettél-e rajzolni? Bizonyos szintig igen. 7.-8. körül volt először, hogy a rajztanárnő mondta, hogy nekem ez jól megy, miért nem járok a szakkörre, és akkor elkezdtem a Szabadkán Szemerédi Terész tanárnőhöz járni rajzszakkörre, ami visszatekintve egy nagyon jó élmény volt, de akkor ez semmi komoly nem volt, tehát csak mint minden úgy álltam hozzá, mint bármilyen rajzórához, de ott voltak a barátaim, úgyhogy mentem szívesen. Aztán középiskolában ez így háttérbe szorult egy rövid időre, és akkor egy egészen más irányból a gördeszkázás, utcán lógás kapcsán jött ki a graffiti, igen. Vagy szebben közérthetőben fogalmaz a street art, ami teljesen magával ragadott így tínédzserként a 90-es évek elején, amikor ugye
így ránk szabadult hirtelen a nyugat és a szubkultúrák összessége. Az volt az abszolút legfontosabb fordulópont, úgymond, tehát onnantól kezdve elkezdtem rajzolni is, ilyen nappal minden szabadidőmben rajzoltam. Először csak ilyen betűkompozíciókat, aztán egyre kitágult a spektrum, és akkor elkezdtem újra rajzkörbe járni, ez már Szegeden volt, és akkor végül Szegeden a Juhász Gyula Főiskola Rajzművészet Tanszékén kötöttem. Akkor lehet, hogy ez még hallod, a graffitire visszavezethető, ugye egy graffitit is megrajzolni, azok is nagy alkotások ugye a falakon, mert most is látom, hogy ahogy így nézegettem a képeidet, hogy vannak egész nagy alkotásaid is, most is, amikor elkezdtünk videó csetelni, videó beszélgetni, akkor mutattad, hogy van mögötted is egy képed, az is elég nagy. Szeretsz fizikai energiát fektetni abba, hogy alkoss? Igen, és igazából már meg is fogalmaztad a választ. Igen, tehát most a műtermemben ülök épp, és mögöttem van a legújabb munkám, ami 2 méter magas, 3 méter széles vászon, kifejezetten nagy. Ebben is teljesen igazad volt, hogy ez még a korai graffitis időkből származik, hogy ahol egy egész falat próbál az ember meghódítani. És mindig is szerettem valahogy ezeket a nagy formátumokat, és ez az, ahol igazából ki tudok teljesedni, vagy ez az a méret, ahol azokat a gesztusokat visszatudom, vagy hatékonyan, vagy olyan formában tudom felvinni, ami legközelebb áll hozzám. És még Géza, mondd el nekünk, áruld el a beszélgetésünk végén, hogy vannak-e Szabadkán esetleg olyan graffitik, amiket még most is megnézhetünk, és te alkottad még annó, vagy akár Szegeden? Nem nagyon van már ilyen. A szabadkaiak sokkal még emlékeznek, sokkal szoktam beszélgetni. A Sugár út elején volt egy nagy murálfestmény, amit még közösen, az egy nagyobb graffiti fesztivál volt, amit még a 90-es év végén, 2000-es évek elején, most már nem is emlékszem, hányba volt ez pontosan, szerveztünk, ahol Boszniából, Horvátországból, Magyarországból, Szerbiából voltak graffiti művészek, és egy ilyen tematikus nagy murálfestményt készítettünk, ami a kép alsó részén ilyen háborús romok voltak, és utána szépen folyamatosan átment egy ilyen zöld természeti képbe. Ezt sokan ismerik, kevesebben tudják, hogy ebben részt vettem. Azon kívül van Szabadkán sok festményem, meg murális festményem van, amiket fiatalabb koromban még megrendelésre csináltam, amikről sokan nem tudják, hogy én vagyok mögöttem, mert ezek nincsenek szignózva. Mm-hmm. Tehát például a Stara pizzériában, vagy a Boston, vagy a Denizben is vannak olyan festmények, amik dekorációnak néznek ki, de azokat igazából én festettem még korábban, vagy akár a Zvonko Bogdán Ináriában. Hallod, ez az első graffiti, amit mondtál, ami ott volt a Sugár út elején, hogy háborús övezetből kezdődik, és egy ilyen zöld természeti képi alakul át. Erről az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez az életed kicsiben. Háborús övezetből indultál, és most egy szép zöld környezetben folytatod. Merő véletlen. Soha nem tudni. Köszönöm szépen Ritz Gézának a beszélgetést, és további sok sikert kívánunk neked. Figyelünk innen téged Vajdaságból, figyeljük a munkásságodat, és büszkék vagyunk rád. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.